A védőnői szolgálatra méltán büszkék a magyarok, hiszen a világ kevés országában működik ilyen kiválóan a terhes gondozástól, a kisgyermekes anyukák látogatásáig, a gyermek és kismamák egészségvédelme. A több mint 100 éves múltra visszatekintő rendszer persze az évek során sokat változott, igazodott a kor körülményeihez. A legutóbbi 3 évtizedet az Újbudán szolgáló kis Nékertai Edit jól ismeri. Életéről, pályája során szerzett tapasztalatairól kérdeztük a kiváló szakembert, aki nemrég az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate díjban részesült. Dr. Kóti Tamást, a Szent Kristóf szakrendelő főigazgatóját látogattuk meg elsőként, hogy megtudjuk tőle, hogyan kaphat meg egy egészségügyi dolgozó egy ilyen magas állami kitüntetést. Ezt a díjat hogyan kaphatja meg valaki általában? Hogy zajlik a felterjesztés? Minden intézmény Magyarországról felterjeszt minden évben valakit erre a díjra? Felterjeszthet minden intézmény, illetve az intézményeknek a fenntartói, mi esetünkben Újbuda önkormányzata. Úgy szokott történni, hogy mi az érdekképviseletekkel, tehát a szakszervezettel, üzemi tanáccsal együtt leülünk az intézmény vezetésre, és az intézmény részéről a polgármester úrnak egy felterjesztéssel élünk, és az önkormányzat eldönti, hogy a többi felterjesztéssel együtt kiket tud felterjeszteni a minisztérium irányába, és ezután a minisztérium választja ki azokat, akiket érdemesnek tartja a fajta kitüntetésre. A mi felterjesztéseinkben általában arra szoktunk odafigyelni, hogy több szakterületet is érintsen, így legyenek orvosok, szakdolgozók, védőnők is, és a védőnői felterjesztésünk jutott végül is ezen a további szűrőkön át, és így a Kisné-Kertai Edit területi védőnünk kapta meg a Pro Sanitate díjat. Ahogy a laudációjában a kerületben töltött több évtizedes munkája volt kicsit ecsetelve. Édesanyám, édesapám is betanított munkások voltak, úgyhogy nem foglalkozott senki az egészségügyel. Én gimnáziumot végeztem, és ott biológiai szakon. Igazából nem tudtam, hogy mi akarok lenni. A biológia tanárom, Óbercián Gézáné javasolta ezt a pályát, és nagyon tetszett. Mindig szerettem a gyerekeket, úgyhogy elsősorban ilyen óvónő szerettem volna lenni, de énekhangom az nincs semmi, úgyhogy azért megörültem ennek a védőnői pályának. A főiskolára nem volt könnyű bekerülni, mert a fizika volt a felvételi, ugyanúgy, mint az orvosi egyetemen, meg a műszaki egyetemen, úgyhogy fizikából bukásra álltam, mert akik tovább tanultak, azoknak mind nagyon nehéz feladatokat adtak, de mégis az érettségim 4-es lett, mert ott ilyen embermértékű kérdések voltak, és aztán mégiscsak megfeleltem, bejutottam a főiskolára. Ön újbudai származású, tehát itt élt el az életét? Én 12. kerületi lakos vagyok, úgyhogy az is egy véletlen, hogy ide kerültem a kerületben, mert a 12. kerületben voltam tanulóvédőnő, és az ottani vezetővédőnő az az általános iskolai igazgatóm felesége. És akkor, hát most nagyon sok védőnői állás van, már nem annyira népszerű ez a pálya, de akkor kevés volt, és akkor ő protezsált be ide a 11. kerületbe, és hát aztán azóta itt vagyok, már hamarosan 36 éve. Meséljünk a kezdetekről, hogyan indult az ön pályája, milyen volt az első munkahely? Az első munka, én az egyes számú védőnői szolgálatnál dolgoztam, ahol a székhely a Kökörcsin utcában volt. Akkor még egy kicsit mások voltak a viszonyok, ott bent ült egy idős vezető védőnéni, és akihez kerültem, gyermekorvos, a Szabó doktornő, szintén előtte vagy 30 évig együtt dolgozott egy védőnővel, aki átment iskola védőnőnek, és nagyon haragos volt, hogy elkerült tőle az ő megszokott védőnője. Úgyhogy első nap után, amikor hazamentem, azt mondtam, hogy én ide többet nem jövök, de aztán csak erőt vettem, és elindultam. És hát azóta itt vagyok. Aztán dolgoztunk egy pár hetet, és utána már kedves volt, meg szeretett. Én is nagyon megszerettem a doktornőt, úgyhogy akkor
míg gyersen nem mentem, így 8 évet voltam egy körzetben veled, aztán ő is nyugdíjba ment, új gyermekorvost kaptam, úgyhogy aztán 97-ben, mikor visszajöttem gyersről, azóta egy körzetben vagyok, már 20 éve. Beszéljünk egy kicsit magáról a védőnői szolgálatról itt Magyarországon. Ez milyen történelmi múltra nyúlik vissza, mikor indult ez, és hogyan változott az évek során? 1916-ban indult, akkor még ilyen Zöldkereszt, meg Stefánia szervezeten keresztül, és most 2016-ban volt 100 éves a védőnői szolgálat, amikor egy hungarikummá is nyilvánítottak minket, van ilyen szép kitűzőm, úgyhogy azt akkor kaptuk. Kevés országban van ilyen fajta ellátás, ahol a kismamákat, a kisbabákat tulajdonképpen a családjukban gondozzuk. És ez tulajdonképpen egy jelzőrendszer is, tehát ahol esetleg veszélyeztetve van a gyermek, vagy éheztetik, vagy bántalmazzák, tehát mi akkor is jelzőkötelesek vagyunk, meg hát a mindennapokban, az egészséges életmódra nevelésben nagyon fontos szerepet tűtünk be. Köztudott, hogy Magyarország nagy részén a lakosság elhízott, tehát a helyes táplálkozás, egészséges táplálkozás terén, a higiénia. Mondjuk most már a 21. században azért kevesebb gondunk van ilyen téren, gondolom a 1916-ban több ilyen probléma volt, hogy nem volt megfelelő ivóvíz, meg higiénia, meg szállás lehetőség. Úgyhogy mondjuk itt a 11. kerületben kevesebb ilyen kihívás van, hogy ilyennel lenne problémánk. Nagyon szép a védőnői szolgálatban az, hogy ugye az egészségügyi ellátás tulajdonképpen az otthonokba megy, de ez sokszor talán nehéz is, hogy élte meg ezeket az elmúlt éveket. Olyan kimagaslóan nagy problémám nem volt. Persze sokfélék az emberek, tehát van, aki tolakodásnak érzi ezt, hogy mi megyünk és látogatnánk őket. Más meg nagyon szívesen veszi a dolgot. Én meg szoktam adni a mobiltelefonomat is, tehát így akár hétvégén is hívhatnak, hogyha olyan nagyon szükségét érzik, hogy beszéljenek velem, úgyhogy nekem olyan különösebben gondom nem volt bejutni a lakásokba. Először akkor találkozunk a kismamákkal, amikor a terhességük elején jelentkeznek nálunk a várandós gondozási könyv kiállítására. Akkor azért igyekszem minél hamarabb fogadni őket, szívélyesen átbeszéljük a dolgokat, kiállítjuk a kiskönyvet, megbeszéljük a látogatást, és aztán utána többnyire, tehát mindig mondom nekik, hogy mit tudom, egy hónap múlva, vagy 6 hét múlva találkozzunk, ha új leletei vannak, de ha szüksége van rá, akkor bármikor keressen, és általában azért szívesen jönnek. Még az elköltözők is úgy vannak vele, hogy ők szeretnének itt maradni, tehát mondom, nálunk sajnos ezt nem lehet, mert területi beosztás van, úgyhogy... Tehát egy védőnőnek hány gyereke van? Hát nekem három fiam van, de hát már ilyen 20 éves mind a három, úgyhogy unokám sajnos még nincsen. Úgyhogy együtt élünk a férjemmel, 3 gyermekkel, hát most már ők már dolgoznak többségében. Elég sokat voltam otthon gyesen a gyerekekkel, úgyhogy megélem az anyukák problémáit, és mi kicsik voltak a gyerekek, sokszor állatkertbe mentünk, ott is találkoztam gondozottakkal, ha kellett, kisegítettem őket egy kis vízzel, vagy egyébbel. Sok anyuka van, hogy mindig elmondjuk a balesetvédelmet, hogy le ne essen a gyerek a pakolóról, az ágyról, de hát többnyire minden anyukával előfordul. Azt volt egy anyukám, aki annyira a szívére vette, hogy tényleg teljes lelki beteg lett attól, hogy nem lett hálásnak semmi baja a gyermekének, de nagyon lelki beteg lett. Aztán én is elmondtam neki, hogy főleg a nagyfiam, ő nagyon sokat esett, nagyon sokat voltunk agyrázkódással a kórházba. Még úgy is, hogy a libikók a két oldalán állt a férjem, én a másikon, és ott is képes volt leesni, vagy
futtába neki menni a falnak, úgyhogy ezzel szoktam azért nyugtatni az anyukákat, hogy, hogy a cipésznek nincs cipője, a védőnőnek is vannak gondjai a gyerekekkel. Sőt, amikor az első gyerekem született, akkor még a kórházból úgy jöttek haza az anyukák, hogy többnyire kis szájpenész, egy kis köldök lápiszolás, meg egyebek kellettek, és hiába voltam már 8 éve védőnő, csak egy idős kolléganőm jött ki, és kezelte le az én gyerekemet, úgyhogy hogy nem kell félni a köldök kezeléstől sem, úgyhogy. De már nagyon ügyesek az apukák is a mai világban, úgyhogy nagyon részt vesznek a családok életében. Ez nagyon jó ez az együttszülés, hogy részt vesznek az apukák is a szülésnél, és nagyon aktívan részt vesznek a kisbabák ápolásában is, úgyhogy többnyire a köldök kezelés az az apák feladata. Aki most fiatalon azon gondolkodik, hogy ezt a hivatást válassza-e, mit ajánl nekik, miért érdemes védőnőnek lenni? Hát én az egyes számú védőnői szolgálatban, ahol dolgozom, én csupa ilyen 20 éves fiatal kolléganővel dolgozom. Én vagyok az egyetlen ilyen viszonylag idősebb kolléganő. Én nagyon javaslom egy nőnek, tényleg ez egy hivatás, és aki szereti a gyerekeket, szeret emberekkel foglalkozni, és hát nem állt távol tőle az egészségügy sem, mert azért oltani is kell a gyerekeket, meg azért vannak olyan dolgok, hogy az egészségügyi terén is toppon kell lenni. Tehát egy nőnek egy nagyon jó munka, mert egy 8 órás elfoglaltság, na volt olyan időszak, hogy annyi gyerekünk volt, hogy még 8 órán túl is dolgoznunk kellett, de nagyon szép pálya. Munkáért az emberi erőforrások minisztere a közelmúltban Proszanitáta díjjal tüntette ki. Meglepte ez a magas kitüntetés? Hát meglepett, igen, mert úgy gondolom, hogy itt védőnőként mindenki próbálja a maximálisat nyújtani a munkája során, és én sem éreztem magamat kimagaslóbbnak, mint a többiek, úgyhogy nagyon jól esett az elismerés, de hát egy kicsit meglepődtem én is, főleg a Pesti Vigadóban volt az átadó, úgyhogy nagyon-nagyon gyönyörűséges hely, és miniszter úr, államtitkár asszonytól kaptam meg a kitüntetést, ezt a gyönyörű plakettát, úgyhogy nagyon szépen köszönöm munkáltatomnak, aki felterjesztett és javasolt. Remélem, még sokáig találkozhatnak az újbudai kismamák önnel. Hát még valószínűleg igen, még úgy érzem, hogy amíg föl tudok menni a negyedikre, ötödikre, hál' Istennek sok helyen lift van, úgyhogy még tervezem a további munkát is, igen.